Önök a Mecénást, az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma is három érdekességgel várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Zenetörténet ismeretek átadásának egyik leghatékonyabb formája az az előadás sorozat, amely minden esztendőben a Megérthető zene címmel várja az érdeklődőket Sárospatakon. Hollerung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész, a Budafoki Doknányi Zenekar ügyvezető zeneigazgatója, egy-egy zenei darabbal, annak keletkezési körülményeivel, a zeneszerző életével is megismerteti hallgatóságát. Természetesen a feldolgozott zenei művet neves együttesek segítségével teszi kézzel foghatóvá. Idén is családi program lett az előadás sorozat soron következő eseménye. A többszólamú európai zene első, mintegy 400 évének legfontosabb vezérelve a szép és énekelhető szólamok egyenrangúsága volt. Legbonyolultabb formájává a fúga vált, amelynek igazi nagy mestere Johann Sebastian Bach volt. A fúga és az ellenpontos szerkesztés szinte minden esetét bemutatta, írt egy, két és három témás fúgát. Hollerung Gábor többek között ezzel ismertette meg érdeklődő közönségét az idei fesztivál programban. A Budafoki Doknányi Zenekar vonós kvintetje, a Budapest Saxofon Kvartett és a Corpus Harsona Kvartett is segített a zenei darab megértésében. Igyekeztem magyarázni, a zenéletnek volt egy pontosabban az európai zenekultúrának az általunk lejegyzett és az általunk ismert folyamatából arra következtetünk, hogy egy a kereszténység gregorián központusága, amely egyébként nem európai zene és nem a mi nyelvünk, és ezért ez a gregorián mindig nagyon magányos maradt, és nem tudott integrálódni a zenébe, mert nem európai gondolkodású zene. Ugye egy darabig egy szólamba, aztán nem bírtunk magunkkal, és megszületett a többszólamoság, megszületett az ellenszólam a gregoriánhoz, megszületett aztán az a mechanizmus, hogy írunk egy zenét, és abban egyfajta vezérszólamként, cantus firmusként szólal meg egy gregorián. Már nem olyan szabadon, mintha ha egy szólamba énekelnék, de ott van egyfajta feladatnak, vagy ha úgy tetszik, hitbeli vállalásnak teszünk eleget azzal, hogy a gregorián beleszüljük a zenébe, de fokozatosan kialakul egy sokszólamú zeneiség, és ez a sokszólamúság egy egyenrangúságon épül, arra, hogy minden szólam egyformán fontos. Ez azért lényeges, mert a kérdés, hogy miért mondom azt, hogy Bach a csúcspont, mert utána ez megszűnik. Mozart nem rosszabb zeneszerző, csak ő azért már a műveinek nagy részét, mondjuk az operáit értelemszerűen úgy írja meg, hogy egy vezető szólamot kísér a többi. Bach még úgy írt meg mindent, hogy abban minden szólam teljesen egyenrangú. És ez az egyenrangúság egy nagyon fontos tudása az európai kultúrának, és persze egyfajta hite is, hogy mert azért ezt tudnunk kell, hogy a művészet és a művészek mindig egyfajta áldozatnak tekintik az úroltárán a műalkotást. Az, hogy nehéz vagy bonyolult művet írunk, vagy rendkívülit, az mindig egyfajta tisztelgés a hitünk előtt, illetve, ahogy mondom, az úroltárán. És ebből a szempontból Bach azért különlegesen érdekes, mert ugye protestáns lévén az ő hite azért hihetetlen humánus és hihetetlen pragmatikus, és az, hogy ezt a művet megírja, egy érzés, hogy valami most nem fog tovább folytatódni. Mert, hogy mondtam, a saját gyermekei sem már úgy komponáltak, mint ahogy ők már átéltek az új gálásabb stílusra, hogy azt annak idején nevezték, egy dallam és jó kis kíséret, sokkal jobban és könnyebben fogyasztható zene, de hát hiszen belépett a polgárság, mint egy új tényező, aki már fogyasztóvá vált, már nem csak templomi zenét írunk, vagy nem csak királyi, vagy fejedelmi udvaroknak írunk zenét, és ebből a szempontból megváltozik a zene funkciója. Bach egy ebben a pillanatban összefoglalja azt a tudást, ami a európai kultúrában néhány száz év alatt felhalmozódott. És ő, mint a leggeniálisabb, ez tulajdonképpen egészen elképesztő messzire viszi. Tehát ahogy vannak építmények, amelyeket rendkívülnek tekintünk, legyen szó akár egy Szent Péter bazilikáról, vagy a szomszédságában mondjuk a Michelangelo freskókról, amelyek
amelyek a geometriájukban, az ábrázolás módjukban, kifejezés erősségében egyfajta túlléphetetlen etalonja az emberi kultúrának, úgy Bach is a maga módján leteszi ezt a túlléphetetlen és gyakorlatilag megfoghatatlan és megismételhetetlen, és utána már szükségtelen tudást, amely sok szólamot egyenrangúan bármilyen módon képes egymással párosítani, akár úgy, hogy megfordítja a dallamot, akár úgy, hogy visszafelé játsza, akár úgy, hogy lassabban játsza, akár hogy gyorsabban, akár hogy így, akár hogy úgy, akár hogy két témát vegyít, akár hogy három témát. És hát ez egy olyan dolog, amit azért érdemes tudni, mert ahogy megnézzük a Szent Péter Bazilikát, és a Szent Péter Bazilikában se gondoljuk azt, hogy az Isten tisztelet a legnagyobb élmény, hanem még remélem, senki nem tekinti Isten káromlásnak, hanem magát az épületet. És a Vatikánban és a freskót az emberi alkotás csúcsának érezzük, úgy Bach fugaművészete is nem hangversenyterembe való igazán, nem is arra szánta Bach, de hogy tudjunk róla, hogy valamit ehhez viszonyunk legyen ugyanolyan fontos, hogy ezt értsük, mert valahol az emberi szellem egész elképesztő végtelenségének egy szelét érezhetjük meg, akkor mi halandó emberek egy ekkora alkotásba és egy ilyen elmondhatatlan bonyolultságra közben mégis mélyen érzelmes és mélyen zenei módon megfogalmazott művészetre képesek. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ilyesmire is beszélni kell, még ha ilyen bódító nyár délután nem is olyan egyszerű ezt ugye elkövetni, meg hát nagyon sok mindenkinek sok alaptudás hiányában nem, de én hiszem azt, hogy minden dolog valamilyen módon azért manifesztálódik az emberekbe, valami élményt mindenki hazavitt, mint ahogy a gyermek is mást visz haza ugyanazon a előadáson, mint amit a szülő, úgy itt is nyilván a zenében jobban járatosak még komplexebb élményt kaptak, de kevésbé járatosak is. Valamit megtudtak arról, hogy a tökéletesség és a végtelenség az hogyan érhető tetten azért a művészetben, konkrétan a zenében. És nem tudták a zenetörténészek hada megfejteni azt a tényt, hogy vajon miért nem fejezte be azt a bizonyos utolsó fugát, amely feltehetőleg záró darabnak készült, és feltehetőleg négy témás lett volna. A zenetörténet csak hármas fugákat ismer, négyes fugákat nem ismer. Ugye itt sok teória van, olyan teória is van, hogy létezik befejezés, csak elkallódott, olyan teória is van, hogy amiből most már tudjuk, hogy nem igaz, hogy Bach meghalt, mert nem halt meg, mert még kb. Egy évvel a halál előtt írta ezt a fugát, és hagyta abba. És hát van egy egyszerű teória, amit egyik tanárom annyira hitelesen, hogy tulajdonképpen nem tudok szabadulni Pernye András gondolatától, hogy azért, mert nem lehet négyes fugát írni, mert nincs értelme, tehát hogy az már túl van azon a dolgon. Hogy ezt most esetben ennek szakrális oka is van, hiszen a hármas számnak azért van egyfajta teljességérzete, ugye az emberi kultúrában minden vagy kettő, vagy három. Más nincs. Egy nincs egyébként. Tehát ha aki úgy tudja, hogy van, az Isten persze, de ugye ott is ez a hármasság érdekesen azért az emberiség is úgy érzi egy pillanatban, hogy ez nem elég. Egy az nem jó, vagy kettő, vagy három. Úgyhogy ennek lehet egy egyszerű oka, hogy valóban sem arányában, sem semmilyen módon nem kapcsolódik már az emberi lét és a művészet mechanizmusaihoz, fölépítéséhez, tehát hogy kilépünk valamiből, ami már viszont nem humánus, már pedig a művészet humánus. Tehát a művészet nem tudja az embert átlépni, mert ha átlépi, akkor nem épít, hanem pusztít. És úgy gondolom, hogy ez is lehet oka, hogy ez a dolog befejezetlen maradt. Mindenesetre az is a szimbolikus, és az is egy nagy talány, hogy azt a fő témát, ami mindenhol föllelhető, ami feltehetőleg a végén jött volna be, ha megírja Bach ezt a négyes fugát, nem jön be, de azért mégis az utolsó zenei gondolat az a BHCH fuga,
hogy ebben mennyi zeneszerzői önazonosság van. Mindig azt gondoljuk egyébként a zeneszerzőkről, főleg ugye a régi korok zeneszerzői, akik ugye hát életük nagy részét a vallás szolgálatába töltötték, hogy a vallásosság megakadályozta őket, hogy hiszem, csak a földi élettel való és az önmagukhoz való világos értésébe Bach egészen biztosan értette és élvezte a földi életet, ezt tudjuk. Másrészt a vallásos műveibe is elképesztő emberi módon teszi fel a kérdéseket és a kétségeket és a kételkedés jogát fönntartja magának a legesleg erősebb vallásos műveibe, és egész biztos, hogy Bach képes volt szembesülni azzal, hogy valamit lehet vagy nem lehet. Tehát ilyen zseniális emberek ezt pontosan tudják, hogy minek hol van a határa. Hogy nekem van-e igazam, vagy máshogy volt a dolog, teljesen mindegy. Mindenesetre ez a befejezetlenség gondolkodásra késztet minket, mindenki találja meg a válaszát, de egy biztos, hogy amit Bach ezzel produkál, ez egy átléphetetlen része, és hogyha ebből bármit is megértünk, hihetetlen sok segítséget kapunk a zene megértéséhez és a zene bármilyen korában való otthon létre, a tájékozódása és érzelmi és értelmi pozitív viszonyhoz. A megérthető zene ebben az esztendőben is családi program lett. Léleksimogatás. Így nevezte Csík János azt az irodalmi és zenei összeállítást, amelyet Őze Áron színművésszel, Balogh Kálmán cimbalmossal és Deres Mihály szaxofonossal közösen állítottak össze. Az előadásban nem megzenésített verseket, mint a költészet és zene játékát láthatta a közönség a Magyar Nyelv Múzeumában augusztus közepén. Hiszünk az erő jó szándékában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. 12 vers és nagyszerű művészek tolmácsolásában improvizációs zenék játéka. Ez volt az Adagio, amely Csík János, Őze Áron barátságából, míg a kecskeméti Katona József színházi kapcsolatokból indult. Találkozásokból lett az előadás, zenésztársaknak pedig Balogh Kálmán cimbalmost és Deres Mihály szaxofonost hívták meg. Ez úgy indult, hogy Jánossal én a Kecskeméti Katona József Színházban dolgoztam együtt. Nekem ő primásom volt ott egy előadásban, és aztán lemaradtunk a büfében. Én elkezdtem mondogatni verseket, ő pedig elővette a hegedűjét. És akkor így, ezek nem megzenésített versek, nevezetesen Babics József Attila, Kosztolányi Juhász Gyula, Ratkó József, és még sorolhatnám, hanem kergetőzésnek szoktam nevezni, tehát van, amikor a vers indul előbb, és utána kergeti a zene, és van, amikor a zene indul, és a vers kergeti. Egy ilyen közös improvizációs elemeket is tartalmazó irodalmi est ez, Deres Misivel és Balogh Kálmánnal, még fűszerezve. Tehát mindig minden este más, kicsit mindig változtatunk is, mindig próbálunk, pont ezért. Persze megvannak az alapok, de egész improvizációs elemek is vannak benne. Amikor mondta, hogy ön elkezdett mondani verseket, az jutott eszembe, hogy manapság már csak úgy verselni nem szoktunk. Legalábbis mi televíziósok is formációkra vagyunk meghívva, tehát amikor esetleg gyerekek verselnek, de az, hogy az emberek csak úgy maguktól, az ma már nem divat, és sőt, tovább megyek, színészeket sem nagyon látunk televízióba verset mondani. Hát igen, ebben lehet, hogy már öregnek számítok a 47 évemmel, de nem hiszem egyébként. Én mindig szerettem ezt a műfajt, tehát mindig fontos szerepet töltöttek be az életemben a versek. Kb. 60 verset tudok, és ez a repertoár az állandóan bővül. Az, hogy Janival mi ebben így összetalálkoztunk, és már több ilyen műsor is elkészült, és több ilyen műsorral is fölléptünk elég sok helyen. Most készülünk egy Adira is egyébként, meg van egy adventi műsorunk is. Az egy nagy öröm, meg hát ilyen zenészekkel, mint a Deres Misi, Balogh Kálmán és egyáltalán Csík zenekar muzsikája alá is mondhattam verseket. Én ezt Avar Istvántól kaptam és tanultam, illetve Bozóki tanár úrtól, aki a rádiós gyakorlatom volt a főiskolán, az sem most volt, és valahogy nem tudom,
kezdetektől fogva engem mindig kísértek a versekre. Én nagyon jó játéknak tartom azt, hogy ha csak egy vers van az ember fejében, de azt egy dugóban, egy várakozás közben, egy rendelőintézet várótermében, bárhol elkezdi mormolni, motyogni, elmondani, egy vers mindig velünk van. Az olyan, mint egy ilyen nagyon jó játszótárs. Azzal állandóan lehet, hogy mondjam, időt eltölteni és játszani. Kettő ki is fejezi az ember magát vele. Engem nagyon sokszor hülyének néznek, mert magamba beszélek, akkor én általában verseket mondok, mormolok, motyogok és egyebek. De nagyon lényegesnek tartom, hogy a szép irodalom mint olyan az jelen legyen az életünkben, és nagyon érdekes volt, most ugye felvettünk egy aranyanyagot, aranylevelezés. Nem is ez volt a lényeg, hanem elkészült egy aranyfeldolgozás modern zenére. És a fiatalok úgy álltak hozzá, hogy ki írta ezt a lovasi, vagy a melyik, vagy a geszti, vagy ki? És akkor hát Arany János. Hát igen, és ha már így a verse is mondja magánemberként a gyerekeinek verset, nekem az jut eszembe, hogy ahogy a nagymamám este lefekvés előtt mondta a verseket nekünk, azt a néhányat, amit ő megtanult. Igen. Hát lényeges, tehát azért az ott cseng még a mai napig is, én azt gondolom mindenkinek a fejében. De hát gyerekeknek meg pláne, tehát Zell Zoltántól kezdve a vörös versekig, tehát számtalan. Mi annak idején egyébként versekre rajzoltunk, és komoly zenére, tehát hogy mondjam, tehát ez, amiből nem kell nagy következtetéseket levonni, annyit igen, hogy mindenképpen csepegtet valamit az ember lelkébe, ami nem múlik el nyomtalanul, és ott van, és jelen van. Tehát a költészet az életünkben jelen kell, hogy legyen, mert akkor elfelejtjük a romantikát, elfelejtünk érezni, elfelejtjük az emóciókat, elfelejtjük az érzelmeket, a csomó mindent. Hát szóval ez a nagyon reális világ, azért ezzel én csak 50%-ban értek egyet. Én vagyok az, aki nem jó, a fellegajtót nyitogató. Á-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Nyitogatom a felleget, sírok alatt a meleget. Á-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Lélekfrissítés, így nevezte ezt az estét Csík János, aki szívesen köti össze az irodalmat és a zenét. Tegnap este a Magyar Nyelv Múzeumában sok improvizációval együtt vitték irodalmi utazásra a nézőket. Szóval ez elsősorban inkább a lelki ráhangolódásról és a másképp élni a pillanatot című történetről lesz szó. A 12 vers kiválasztásában Özzel színművész úrra hagyatkozott, vagy közös munka ez is? Ez egy közös munka. Annó, hál' Istennek, mikor mi megismerkedtünk, nagyon kellemes meglepetés volt, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a verseket, különösen József Attilát, és ez hozta azt, hogy igenis törődjünk ezzel a dologgal, és másképp adjuk át ezt a produkciót, és ezeket a verseket ebben a produkcióban az embereknek, mert manapság már ebben az időben, amit most élünk, már nem is nagyon jut az embereknek idejük, hogy leüljenek egy verses kötetet olvasni, vagy egyáltalán ilyen időtöltést válaszolnak. De aki eljön ide, az most, és ezt az időtöltést választja, akkor most ez erről fog szólni, hogy miért szép és hogyan szép egy vers. És hát bár ez valahol, nyilván elsősorban önöknek munka, de ahogy láttam a koncert sorozatot, azért idén nyáron is nagyon-nagyon sok a fellépés, már holnap az ország másik felén a Csík zenekarra. Tehát mondhatjuk, hogy bár ugyanaz a 12 vers, de ez önöknek is mindig egy külön feltöltődés, hiszen gondolom ezt a produkciót nem olyan gyakran adják elő. Bizony, valóban az augusztus nagyon zajos a Csík zenekar részéről, de ez mindig olyan kedves volt nekünk, pont azért, mert nekünk is egyfajta élmény, és mindig ilyen örömmel muzsikáljuk ezt is, kicsit visszafogottabban, de örömmel. És azt hiszem, hogy mivel tényleg, ahogy mondta, és ez nem annyi szó fordul elő, mint mondjuk egy Csík zenekar egy évben, de pont a közreműködő előadó művészek, zenészek, azok, akik ezt mindig emiatt talán újra megélik.
Hát nem egy sablonos előadásmódról van szó, és akkor már rutin történt, hanem mindig egy kicsit valamiért sajátos és egyedi. Mindamellett, hogy szépen meg van szerkesztve és találva ez a dolog, de mindig adódik valami kicsit, néha improvizatívabb, vagy egy kicsit másképpen szól. Tele van ilyen pillanatokkal. Sok ember számára, a magyar nyelv számára mindenképpen mondhatjuk, hogy ez a szentély, és a fiatalok azért sokat vándorolnak ide, és ha nem más, akkor úgy találkoznak ezzel. Egyébként a helyjel ismerkedette valamikor? Nem, nekem ez teljesen új volt, és itt most a hegyek lábánál, itt egy nagy parkban egy ilyen létesítmény, és hát bent azért körülnéztünk a próba után, meg előtte. Hát azért csoda, tehát, hogy ez itt a magyar nyelv vára ilyen szempontból, és hát nagy örömmel hozhattam ide 12 verset ilyen fantasztikus zenészekkel. Remélem, hogy mindenki élvezni fogja. Én néhány évvel ezelőtt jártam itt, ebben a múzeum épületben még nem, de itt az emlékhelynél, itt a Kazinczy háznál itt azért voltam, illetve a parkba sétáltunk. Hosszan nem tudtunk lenni, utána az időjárás kicsit morcosabb volt, de egy ilyen kedves, és nekem azért is kedves ez a hely, mert én Kecskeméten élek, Kis-Magyarország kellős közepén, és bár sokfelé utazik az ember, a magyar nyelvtületen is, Erdélybe is, meg amerre a munkája vagy a lehetősége engedi, de engem akárhol hányszor is járok távol az én kis szűkebb hazámtól, a Kiskunságtól, mindig örömmel tölt el, több száz kilométer, vagy akár több ezer kilométerre is, mikor magyar közösséggel találkozom, hogy él, létezik, és működik a magyarságom, magyar nemzet büszkesége. Tehát az emberekben lévő egészséges nemzet öntudat, és vigyáznak az értékeikre, ez mindig megható, és ilyen örömmel tölt el. Ez is egy ilyen hely, és ezért mindig jó így eljönni. De bolondolnék, ha búsolnék, a búnak helyet adnék. Áj, la 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 la. Én a búnak útat adok, magam pedig vígan járok. Áj, la 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 la. A Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a Sárospataki Képtár közös szervezésében egy kiállítás sorozat keretében mutatkozhattak be a négy zempléni településen ma is alkotó nagybányai festő és képzőművészek. Nyitó eseményként a Szent Erzsébet házban az érdeklődők egy érdekes ellentét művészi megvalósulását tekinthették meg. Kása Dávid ugyanis márványokból készít légiesen könnyed szobrokat. Nagyon erős és ezzel együtt törékeny is a márvány. Nem mindegy, hogy miként nyúl az alkotó ehhez a nemes anyaghoz. Ezekkel a gondolatokkal nyílt meg a nagybányai Kása Dávid szobrászművész kiállítása Sárospatakon. Mert hogy a márványból életre keltett, sokszor a lírai absztrakthoz közel álló alkotások most a Szent Erzsébet házban hozzák közelebb ezt a világot a látogatóhoz. Feledi Balázs művészettörténész szerint igazi tehetség az, aki egy ilyen anyagnak életet ad. Kell valami olyan képességnek lenni, ami az anyagnak a varázslatát lehetővé teszi, és hallatlan sok munka. Minden, ugye manapság sokszor gondoljuk és látjuk is, hogy úgynevezett művészeti teljesítmények különösebb belefektetett munka nélkül jönnek létre. Most az, aki általában a szobrászat azért ebből mindig is kiemelkedett, és az fizikai értelemben is megterhelő, az a fajta szobrászat, amit Kása Dávid választ, az pedig ma már elég ritka. Tehát valóban ez a szobrászatnak ugye az az ága, amikor kibontok valamit abból az anyagból, amit ha elém tesznek faragás nélkül, szinte semmit nem mond, csak lehet egy beleérzésem. És ebből kibontani nem csak egy szép formát, hanem egy olyan formát, amelynek sok mögöttes jelentése is van. Ez igazán valóban a tehetség dolga. Én úgy gondolom, hogy minden művészi alakulásban nagyon fontos a mesterek személye, és hogy ő Vésőágoston és Kondrák Károly
magától tanulhatta a szakmát, ez nagyon fontos, nagyon lényeges az eredve meglévő tehetség, és az a szívós akarat, hogy én meg fogom tudni teremteni ezt a szobrászi világot. Dávidot régen figyelem a szobrászatát, nem az a szobrász, aki hú, de nagyon érvényesül, akár az erdélyi művészetben, akár Magyarországon. Ezért is fontos ez a misszió. Sőt, annak tekintem, hogy itt Sárospatakon, és pont egy komplex fesztiválnak a nyitó eseményeként az ő szobrai szerepelnek nyitó kiállításon, és amit talán el is mondtam, legyen ez a befejezés, hogy arra képes ebben a súlyos fehér márvánnyal, hogy könnyedséget és szinte a repülést is képes tulajdonképpen illusztrálni számunkra, ami igazán az ő tehetséget bizonyítja. 30 éve viaskodik Kása Dávid a nyers márvánnyal, de minden alkalommal az ő elképzelése győz. Már gyerekkoromban is a kövek voltak az én szerelmeim, szóval addig még más mindenféle játékokkal. Én egy színes kavicsért odaadtam bármilyen játékomat. És már akkor is talán az Áradó Kraszna partján a kavics között már akkor is lehet, hogy szobrászi formákat kerestem. Amikor még gyermekfejjel sétáltam, akkor is bizonyos érdekes kövek után. Aztán még fiatalon szinte gyerekfejjel Nagybányára kerültem, mert oda vonzott az akkor még úgymond a középkorból itt maradt kis gyönyörű mediterrán éghajlatú városka, akkor még mondhatni, hogy többségében magyar lakossal. Egy bizonyos idő után először festészetet, grafikát tanultam, hosszú éveken keresztül így készültem a főiskolára, aztán mivel mégiscsak a kövek vonzottak leginkább, ezen belül is a márvány, amelyik az egyik legigényesebb fajtája a kőnek, a művésztelepen, ahol úgymond rajzolgattam minden, egy olyan szobrászművészre találtam, aki egy kőfaragó dinasztiából származott. Valamikor osztrákok voltak, egy német ember, Konrad der Sonnenstein volt az igazi neve, de hogy bejusson a főiskolára, megváltoztatta a nevét. Ő volt az én igazi mesterem. És ő tanított hosszú éveken keresztül a Nagybánya művésztelepen, ahol 20 éven keresztül dolgoztam, és úgymond ő még jobban megszeretette velem a követ, mert ő, ahogy mondta, ebbe született bele. Nem azért, mert a kő mondjuk időtálló, vagy sőt, ha azt veszük a bronz, sokkal időtállóbb, és annyi korlátai sincsenek, mert a márványnak bizony korlátai vannak. A márvány az egy törékeny anyag, de hogyha kellő környezetben megvigyázzák és megbecsülik, nagyon időtálló tud lenni. Kivált úgy, ahogy én dolgozom, mert így a mai világban már kevesen dolgoznak. Azt mondja, nem érdemes így úgymond klasszikus módon faragni, csiszolni és fényezni, mert egy nagyon időigényes munka. Még bronzba úgy, ahogy megönt, és egy középszerű öntőműbe 2-3 nap alatt kiöntik. Én 6 hónapot, akár évet is. A német leszünk például egy évet dolgozott, több mint egy évet dolgoztam, egy kétszeres életnagyságú márványszobor, faragva, csiszolva és fényezve. Komoly szobrász csak komoly anyagban dolgozik. A márvány az egy roppant időigényes anyag, hogy féldrága kő, pedig egész hegyeink vannak, fent egész északról, egész le Temes megyék, hegyek vannak márványból. Szóval nem fél drága kő, sőt, én határozom azt tartom, még a geológusokkal, meg az ilyen drága kő szakértőkkel szemben is, hogy az Isten nem végez fél munkát. Nincs olyan, hogy fél drága kő, meg drága kő. Az Isten vagy megalkot valamit, vagy nem. Nagyon összetett a romániai magyar művészet, azon belül az erdélyi magyar művészet, és azon belül több régió van. Tehát ugye egészen más a Partium művészete, más Székelyföldé, más a Csíké, más a Csángó vidéké, és ez a nagybányai régió, ez tulajdonképpen kicsit az én benyomásaim szerint kiesik a fősodorban. Tehát küzdeniük kell. Ugyanakkor ugye egy nagyon tehetséges társaság növekszik ott, az iskolai rendszer is elősegíti azt, hogy a tehetséges művészeket észrevegyék, és a
tehetséggondozás elég jól folyik, de kétségtelen nem egyszerű ma Nagybányáról országos művésznek lenni, és ugye egész más a szituáció, mint 50-60-70 évvel ezelőtt, és eleve, amikor hát Trianon után a fontosságát első lépcsőben elvesztette, majd azért 44-ig még egészen jól működött, és végül is a világháború után is, és máig hatolóan is, de ennek már annyi ága-boga, szerte ágazása van, és ez a Nagybánya már annyira nem az a Nagybánya, ami eredetileg volt, hogy egy nagyon összetett képet kapunk. Tehát itt románok, magyarok együtt dolgozva tehetségek vannak, de kétségtelen küzdeni kell azért nekik, hogy az egész romániai magyar képzőművészetnek a kánonjába belekerüljenek. Ezért is jó szintén a pataki kiállítás. Összességében véve az látszik, hogy nagyon erősen jelen van még a egykori nagybányai művésztelep, szabadiskola hatása az ő művészetükben. Épp azt figyeltük kiállítás rendezés közben, hogy tulajdonképpen azok a híres, sokak által ismert motívumok, amelyek annyira jellemzőek az egykori nagybányai festők képeire, azok folyamatosan visszatérnek itt-ottam, ott mindig megjelennek ezeken a munkánkon, a híres református templom toronya, az István toronya, az a mező, ahol annak idején a nagybányai képzőművészek alkottak. Ugyanakkor pedig az is látszik, hogy a munkásságok beleilleszkedik egy mai modern magyar képzőművészeti vonulatba. A tárlat szeptember 30-áig tekinthető meg a Sárospataki Szent Erzsébet házban. Kedves nézőink, Önök a Mecénást, a Zemplén Televízió kulturális magazin műsorát látták. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!